Most, hogy megnyílik ez a Dán divat márka, egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ide az Andrássy útra ilyet telepítsetek? Hát úgy jött az ötlet igazából, hogy szerettünk volna így ezzel foglalkozni, és volt egy csatorna, amin keresztül ezt a Noa-Noát és a Dán márkákat be tudtuk hozni, és úgy döntöttünk, hogy akkor mindenféleképpen szeretnénk erre egy prominens üzletet építeni. Tulajdonképpen egy multi-brand store vagyunk, és olyat szerettünk volna adni az embereknek, ami nem a konkurens üzletek, amiben mindenki más jár. Tehát egy hasonló, divatos, megfelelő és jó árban lévő termékeket, amik tényleg nem jönnek az emberrel minden 5 méteren szembe. Te, mint az üzlet stylistja, te kimész esetleg Dániába, ugye a világ legnagyobb sétáló utcájába végig sétálsz, és onnan hozod az ötleteket, vagy küldik nektek ezt a tervezőt? Hát igazából a mai világvállal Isten, mert nem kell elmenni Dániáig, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy az inspirációt mindenféleképpen én is az internetről és minden más helyről keresem, és rendelést adunk le. Kinek ajánlod, ugye említetted, hogy ez nem jön veled szembe az utcán, olyanoknak, akik szeretnének egy kis változatosságot? Direkt azt szerettem volna elérni az üzlettel, hogy minél több embert ki tudjunk szolgálni. Egy 16 éves kislány is be tud jönni, 30 éves csajok is be tudnak jönni, 50 évesek, és mindenki talál magának valamit. Tehát kifejezetten úgy kerestem. Azoknak ajánlom, akik tényleg így érdeklődnek ez iránt, jó ár kategóriában keresnek termékeket, és tényleg azt szeretnék, hogy egyediek legyenek, de azért mégsem annyira, hogy diszonáns legyen ez így a többi emberrel. Kérdezzük meg Lolát, hogy neki mennyire tetszik a Dán divat, vagy egyáltalán fogja ezt majd választani a saját kollekciója mellett a ruhatárával. Színekben azért passzol a kollekcióhoz, amihez most öltöztél, de úgy tudom, hogy a hajad színe is más lesz, csak nem a Dán divathoz változtatod. Nem a Dán divathoz változtatom, mindig változtatom. Szerintem az utóbbi 2 évben mindig más hajam volt. Voltam már nagyon sötét, nagyon világos. Most annyi változik majd, hogy talán megint egy picit sötétebb lesz, de hát nő vagyok, és ezt a nők értik, hogy mindig változtatunk valamit, főleg most ilyen időszakomat élem, hogy nagyon bátor vagyok ilyen dolgokban. Fordult-e már meg a fejedben, hogy Dán tervező kollekcióját vásárolod? Nyilván a magyart részesíted előnyben, de most, hogy látod, gondolod? Nem fordult meg még a fejemben, de most, hogy látom, azért persze tetszenek ezek a dolgok, de én mondjuk inkább az alapján vásárolok, hogy mi az, ami nagyon tetszik, vagy ami az én egyéniségemhez illik, vagy célirányosan, hogy hova kell mondjuk milyen rendezvényre, de mondjuk én nagyon szerencsés vagyok, mert ugye nekem szponzorom is van, meg saját kollekcióm is, hogy hál' Istennek ruhákkal bőven el vagyok látva. Itt ez nagyon jó dolog, amikor eszedbe jut valami, te mit szeretnél viselni, és a saját kis egyéniségedet belecsempészheted. Na és hát így végezetül azért itt láttál már te is kollekciókat, hogyha a Dán divat eszembe jutna, akkor nyilván a kötött pulóverek meg a nagy karácsonyi minták jutnak eszembe. Te hogyan látod ezeket? Én azt látom, hogy nagyon sok ilyen túlméretezett póló van, de én ezeket szeretem, hogy én szeretem, hogyha valami lóg, és nem feltétlenül tényleg mondjuk egy nadrág legyen szűk, egy felső meg lógjon, és mondjuk pont így vagyok, de nekem ezek nagyon tetszenek, meg szeretem a bőrhatású dolgokat, úgyhogy jól érzem itt magam.